Jaj, nem! Krisztike befelé megy, nem itt ugrál. Menjél befelé. Teljesen bolond. Veres Mónika énekesnő, Viki barátnője. És törődj vele. Figyelj, ez a, tehát, hogy én is harmadik emelet és lift nélkül, tehát... De azért... Ilyenkor nem érzem, hogy bármit csinálok. Milyen kis torna? Edzettem éppen. Komolyan? Ez azért minden nap edzés, hogy így följössz szerintem. Hát az biztos egyébként, most te is túl vagy egy... Ja, csak oda nyugodtan. Oda fel. Oké, köszi. Kérsz valamit inni, enni? Három emelet mászás után. Hoztam. Valamit inni. Diabetikus süti. Na jó! Na jó! Na jó! Jól van akkor. A cikimet ezt hova tettem? Bárhol, csak dobd le és pacsker föl. Na gyere, buluk. És Gréci is nyomta veled? Hát próbáltam befogni, de nem sok sikere, inkább csak akadályoz. Mint hogy bármit is, de most nem jutottam le az edzőterembe, úgyhogy kénytelen voltam itthon nyomulgatni egy picit, de hát ez... Ugye, Viki, nagyon örülök neked, de nem haragszol, hogyha nyugodtan kutyázzal, én addig hozok neked innivalót, meg egy kis kákszát. Na mi van, úgy vagy? Figyelj már, Viki, segíts nekem egy kicsit, hogy az előbb, amikor jöttem, mondtad, hogy pont tornáztál. Csak hogy én is gondolkodom abban, hogy még otthon is, mert még mindig nem elég, járok én is edzeni, csak hogy... Hogy így picit hatékonyabb legyen. Én most tényleg mutasd már meg, hogy mit csinál. Is kell hozzá egy kis kutya. Szeretnék egyébként. Legalábbis ilyeneket próbálj, gyere Grécika. Na most már visszajött, eltettük a kekszeket. Szoktam ilyen ágyas tornákat csinálni, hogy mit tudom, egy kicsit hasazni. Hogyha van kedved, akkor csatlakozz. Csak egy kis izé. Ilyesmi, de amint látod, ő azonnal megjelenik. De ez ágyon nem? Grész ideget kicsit. Lefekszel. És akkor ennyi. Mondjuk ez jó, nem fáj a gerince. De persze, hogy nem, pontosan azért. Láttam a neten ebben ilyen a korban már videók. Minden előfordul. Hülye gyerek, most lettünk csak igazán a legjobb korban. Hallottam a nagy hírt, nagy duett. Mesélj, annyira büszke vagyok rád. Aj, köszönöm. Nem rólam szól, érted? Tehát hogy a segítségnyújtás, hogy valaki támaszkodhat rám, ha mondjuk elfogad, mint például a párom, ugye tudod ki? Igen, akartam is kérdezni, hogy... Nem ennyi, Norbi. Fej, figyelj, nagyon kemény, tehát végröhögjük. Nagyon cuki, nagyon jó ember, amennyit megismertem belőle már eddig is. Na és mit csinálsz, hogy egyébként? Tehát, hogy amikor nem tanítasz... Kézzel gitározok, most ez a legújabb őrület, hogy gitározni tanulok. Van gitárod? De szeretem! Ne szeretlek, gitározni tanulok, és... A jó, hozzam mit majd. De hogy... Itt találjunk, nézzünk körülött a kamerába. De volt nekem gitárom, csak én azt odaadtam a Szankovics kis Enikőnek, de neki adtam bizony. Akkor a szándék van meg, maradjunk. A szándék. Én régen tanultam gitározni. Ezt sosem mesélted. De hát még van is olyan dalom. Na jó, van, ennyi elég volt belőlem. Ez is én voltam. Nekem lassan indulni kellene. Megyek, tudod, fellépni. Mit csinálsz este? Hát igazából semmit nem terveztem, csak az edzés. Lenne kedved? Persze. Akkor viszont gyorsan jó. Kérlek szépen, Griszit jó, nem okay, visszük. Oké, Griszit nem visszük. Jó, gyors leszek, ígérem. Ez a kis második otthonom. Igen. Nagyon szép. Még gyorsan, hogy tudja. Hello, Vivi. Itt vagyok. Szia. Még időben. Szing, Viki! Szia! Szia, Szing, Viki, örülök! Bocsi, Viki, csak rohanok meg. Nem, nyugodtan, ne viccel. El kell még készülni. Miben segítsek? Vivi, Csepike, vár már, vagy nincs. Én nem tudom megcsinálni, de nekem 45 perc a hajam. Tényleg nincsen most? Mondd, hogy mit kell vele csinálni. Hát nem tudom, hogy mivel kezdjük, mert ugye ma sminkelni is kell, de ilyenkor milyen szokott lenni a hajad? Mi a legegyszerűbb? Én is megcsinálom minden nap. De hogy befogjuk, aztán valami fejdísz. Az jó. Megcsinálom neked hát ilyen kis kurvira. A végét. Ahogy nekem is szokott lenni néha. Szerintem ezt használjuk. És ezt van most dobva? Hát egyébként. Lajó!
Túri Lajos, koreográfus. Hát én próbálkozok. Én egy kicsit lefogytam, hogy mondja Vivi, hogy nincsen Csepike. De amúgy tök szép lesz, de szép lesz Móni. Gyönyörűek ezek a kis ruhák. Nincs fodrász? Neked nagyon sok szükség van. Frankon? Hogy lesz így hajam? Az a lényeg, hogy hajdmo. Hogy lesz így hajam? De hangba jó lesz. Jaj, de szép vagy. Megvan. Ma nincs jó. Viki pusztíj. Jaj, de szépséges vagy. Nehogy beráncsolok magammal. Nehogy. Nehogy. Nyilván meg kellett fogdozni azokat a szép tollas csillogós bigyókat, és nagyon-nagyon vágyom rá, hogy majd egyszer az én fejemben is ott díszelegjen egy ilyen. Na, felveszem ezeket a kesztyűket. Jó van, jó van. Pusztíj a szívem. Egy borzasztó szarka vagyok, egészen kicsi babakorom óta. Imádom, ami csillog, ami szikrázik, minden. Tehát ugye borzasztó shiny glitter girl, rózsaszín csillám póni, herceg kisasszony. Moncsit rengetegszer láttam, mert színpadon dolgoztunk is együtt, de ilyen jellegű műsorban még soha nem láttam, revű műsorban. Sőt, szerintem nem is nagyon láttam még revű műsort.